Október 3-án a megye összes könyvtárában egyszerre ünnepeltek az Országos Könyvtári Napok nyitónapján. 70 éve nyíltak meg a megyei könyvtárak, így a székesfehérvári is. A központi könyvtár olvasótermében baráti találkozóra várták a könyvtár egykori és jelenlegi munkatársait, együttműködő partnereit hétfőn délelőtt. Kértem előadásra a korábbi igazgatókat, szerencsére itt vannak, és beszélnek azokról az évekről, azokról a törekvésekről, amik az ő idejükben történtek. Így kiemeltem, például Komlósi József igazgatósága idején indult meg a számítógépesítés, az adatbázis kiépítése, ez egy óriási lépés volt a könyvtár történetében. A könyvtár olvasótermében 70 év, 70 kép címmel kiállítás nyílt, melyen az elmúlt 7 évtized emlékei ismerhetők meg, de retro könyvtárral, kiállítással, szabaduló szobajátékkal és régi olvasók, kollégák találkozójával is készült a Vörös Marti Mihály könyvtár. Az ünnepi eseményen részt vett Lerner Zsolt alpolgármester is, aki a város egyik kulturális ékkövének nevezte az intézményt, mely a folyamatosan bővülő szolgáltatások mellett számos esttel, ismeretterjesztő előadással is rendszeresen várja a közönséget. Nagyon jónak tartom egyébként most ezt a 70 éves évfordulót, és mivel ünnepelni jó dolog, hogy nekik egy küldetéstudatuk van, ezt meg, még jobban meg lehet köszönni a város olvasó közönsége és a fenntartó részéről, mint önkormányzat részéről. Nem csak a programokkal, de értékes olvasnivalóval is szeretné megajándékozni az olvasókat a könyvtár. A születésnap tiszteletére 70 darab könyvet rejtettek el város szerte. A szerencsés megtalálók megtarthatják a köteteket. Az Országos Könyvtári Napok programjai október 8-áig zajlanak, a részletes eseménylista a Vörös Marti Mihály Könyvtár honlapján megtalálható.